Forrás Rádió. Mindig veled. 3 perccel járunk 8:45 előtt, és említettük, hogy bizony vendégváróban vagyunk. Nos, hát most már nem, mert hogy befutottak a srácok. A Crazy Boys duója, Gugi Zsolt és Nyilas Kristóf. Szevasztok, jó reggelt! Szevasztok, jó reggelt! Üdvözöljük a kedves hallgatóinkat! Na, de jó, hogy meg tudunk titeket ismerni egy kicsit, és nem csak így a videóklippen keresztül látjuk. Ahogy a Trabantban száguldotok ezerre, azon röhögtünk egy picit, éri kiröhögni egyébként, hogy nem is tudom, melyik őtök 98-es születésű, és már ezt szemtelen. Lecsekkoltuk a Kristóf 98-as szemtelen. Igen, én vagyok. Szemtelen, hogy én meg 97-es. 97-es. Sokkal öregebb vagyok. Ültetek ti előtte Trabant van, ezen gondolkodtunk. Ezen igen, egyébként. Ültem, igen. Én nem, én csak Volkswagenben ültem, meg bogár hátúban még, amikor volt. Aztán azt is alatt. Nektek elmesélem ezt, a hallgatók már ismerik ezt a sztorit, meg a Zoli is. Van egy most 8 éves kisfiam, és pár évvel ezelőtt sétál, és ott állt egy Trabant, és így nézegeti a fiam, nézi, azt mondja, apa, ez mi? Mondom, ez egy Trabant. Tudtam, hogy ez lesz a kérdése. Ez olyan, mint egy autó? Igen, mondom, igen ez igen, olyan, mint egy autó. Ilyen matchbox változatban. Nem tudta hova tenni. Nagy matchbox. Nagy matchbox, igen. Na hát azért mondom, hogy a videoklipben, mert ugye készült egy videoklip, és akkor így titeket is meg lehet ismerni, mert hogy a Dérhenivel közösen készítettetek egy olyan videoklipet, meg egy olyan dalt, amely dal már egyébként ismert volt. Mert hogy a hazai közönség dúdolja mind a mai napig, hogy Trabantba szállni, élvezett. Na most ennek lett egy vadonatúj verziója. Hogy jutott ez eszetekbe egyáltalán meg? Egyébként, hogy környékeztétek ti meg a Dérhenit? Hát amúgy ez a Zsolti kedvenc sztoria, tehát. Akkor Zsolti, de halljuk tőle. Zsolti, te vagy az idősebb, a te hangod mélyebb. Hát igen, köszönöm szépen a szót, Kristóf. Na, mesteri felvezető. Ez jó, mert érdekelne, hogy lehet Dérhenihez eljutni. Hát igazából ez egy olyan rövid, vagy egyben hosszú sztori is, hogy nyilván néztük azt, hogy oké, van egy régi vonalunk, egy régi közönsége, de kellene egy fiatalosabb, egy újabb közönségnek való vonal is. Tehát alapból a dalból indultatok ki. Így van, aha, mindenképp a dal volt az eredeti ötlet, nekünk az elképzelésünk is az volt, hogy nagyjából a refrént azt mindenképpen meghagyjuk, hiszen ahhoz az van mindenkinek a szívébe bele vésve, ahogy az anno az Exotic ugye ezt nagyon szépen felvezette, és igazából nekünk utána az volt a másik koncepciónk, hogy ha maximum kell, akkor még a refrén felvezetőket hagyjuk meg. Uh-huh. Már még azért az is egy eléggé ismert pársor ez így a köztudatban, és hát ebből kiindulva néztük azt, hogy ki az, aki mondjuk így, ha már van két férfi szereplő ebbe a projektbe, akkor aki nagyon jól néz neki, nagyon jó kisugárzása lenne, illetve akinek szeretjük is a munkásságát, és hát így jött a Dérheni. Tadám! Jó, hát így akkor megvan a sztori. De várj, engem az érdekelne, hogy jött maga a dal. Tehát, hogy azért hogy miért pont az Exotic Trabantja? Ez melyik őtöknek volt egy ilyen? Nekem, ha már úgyis felvezetett a Kristóf, hogy én legyek itt a... Értem, hogy elmögött van valami, mert a Kristóf elkezdett röhögni kérdés alatt. Egyébként ez is egy nemes, nagyon egyszerű sztori. Tesómnak egy nagyon nagy kedvenc dala volt, ahhoz képest, hogy ő nem egy zenefanatikus, tehát ő nem nagyon szokott zenét hallgatni. A rádió mindig be van kapcsolva, ennyi. És amikor viszont ez annó megszólalt a rádióba, akkor hangerő fel, amennyire csak lehetett, és hallgatt, és őtőle is ismertem meg ezt annó. És hát azért köztudatban van ez a dal elég rendesen, legalábbis főleg a régi időszakban nagyon ismert volt, és nagyon-nagyon nagy vágyam volt egyszer, illetve idén ugye jött is ez az egész ötlet, hogy kezdjünk bele egy kicsit komolyabban a zenei iparban mozgolódni, kicsit többet tegyünk hozzá, mint az eddigi remixelgetések, úgyhogy ebből kifolyólag azt mondtam, hogy hát akkor az első projekt legyen a Trabant. Mm-hmm. Szerintem azért az vagány lenne, mert ez több korszakot, több korosztályt tudunk egyszerre összehozni, ötvözni. Azért ez nem egy tipikus, hogy csak a 20 évesek hallgatják, vagy csak a 40 évesek hát hallgatják. Hát akkor ennek megfelelően a nem csak a 20 évesek. lehet, hogy az a következő projekt. De srácok, hogy fogadta minden az Exotic? Mennyire a Sipos F. Tomiékkal kellett egyeztetni, ugye? Tehát őket azért fel kellett keresni, hogy hello, srácok, mi ezt így kicsit átdolgoznánk. Igen, mi a Sipos F. Tomival egyébként kövezzel meg, de én úgy tudom, hogy jó viszonyt ápolunk, jó kapcsolatban vagyunk. Az én emlékeimben úgy. Nagyon reméljük, hogy a mai napig. Szerintem egy... Ezután az interjú után is jót fogunk ápolni. Szerintem ő egy örök fiatal egyéniség egyébként, egy nagyon jó karakter,
és egyébként köszönhetjük is neki, hogy nyilván a Henny mögött ott van a hangja, és abban segítkezett nekünk, hogy ugye újra énekelte. Viszont azt fontos leszögezni, hogy eredetileg ugye nem az övé ez a dal, hanem itt az Exoticnak van benne nagy szerepe, uh-huh. mint zenekarnak, úgyhogy velük kellett ezt az egyeztetési folyamatot véghez vinni, és igazából nyilván elsőnek voltak mihez tartásaik, hogy kik is vagyunk, mert hát előtte ők nem ismertek. Az egy dolog, hogy a Sipos F. Tomással mi ismerjük egymást, de nyilván meg kellett ismertetni magunkat, illetve a munkáinkat, hogy mikkel foglalkoztunk, mit tudunk. Egyfajta kis vizsgát úgymond le kellett tenni a szemükbe, mert hát nyilván egy kincset, egy értéket nem adsz ki a kezed közül csak úgy. Gondolom a demót is meg kell mutatni. Tehát persze. Akármire nem adják rá az áldást. Kristóf, segíts már egy picit, mert hogy keveredtetek ti össze végül is? Na, ez egy kis előzményt halljunk már rólatok, mert így, hogy Crazy Boys, ez még egyelőre talán nem mindenki számára ismert, nyilván ez lenne a cél. Na hát az meg az én kedvenc történetem, mi ugye plusz, hát jó 10 éve vagyunk DJ-k már, így a nagy berkeken belül, és... Hát körülbelül 6 éve. Mit te is a matekon kaptok? Azon számolok én is, igen, számolok. Korán kezdtem, kellett a fiatal voltam, kellett a pénz, nem tudok csinálni. Már az óvodában is nem ez játszó volt a jelen. Kakaó diszkó csak is. Ez egy jó név, ez nagyon jó. Nekem tetszik ez a név. Csak bocsáss meg, tényleg ad nekünk ezt az egy percet, mert láttam Roland arcán is, hogy elkezdett kattogni a matekon. 97-es és 98-es. Zsolti 26, ugye? Azt, ami akkor a kakaódiszkóval kezdődött, tényleg, ez tök jó. De hogy igazából ti már szerintem az a generáció vagytok, akik egész otthonosan mozogtok, akár a technikában is. Nem tudom, milyen gyerekkorban mi vett titeket körbe, de hogy szerintem nagyon van meg lehet ismerkedni ezért technológia. Én nekem nem voltak családban ilyen zenei vénák, tehát én saját magam autodidakta módon tanultam otthon, tényleg ez egy nagyon-nagyon-nagyon hosszú történet, hogyha most elkezdeni, akkor délután így tűnik komolyan. Nagyon sok lépcsőfokot megjártunk, mi ugye nem az a generációs diszkosok vagyunk, az, hogy a haver így berakott így a szervezésbe, hanem mi tényleg, tehát nagyon lentről kezdtük, mind lépcsőfokot megjártunk időről időre, ugye tapasztalatokat szereztünk, meg minden. És ugye ez mindvégig úgy volt, hogy én nekem 6 éve én megvettem az első pultomat, a komplett DJ pultomat, akkor ez is elég fájdalmas összegek voltak, de cserében nem vettem egyetemre, mondjuk. Szerintem mindegy, ismerős nektek mindegy, is. És akkor egy ismerősömön keresztül láttam, hogy a Zsolti éppen szervez, hát az akkor volt neki az iskolájának a szalagavató rendezvénye, és hát így mondtam, hogy nekem akkor van technika. Jó, hozd el. Elhoztam, és akkor elkezdtünk beszélgetni. És ez mind odáig nőtte ki magát, hogy most már azért, hát hány, 6 plusz éve, már mi se szoktuk számolni, ugye, 6 plusz éve, ugye mi azért járjuk így az országot közösen, és maga a formáció az meg, ugye mindig is itt volt így az éterbe lebegett, meg így nagyon jártunk, tehát így ketten jártunk. Sokat jártunk egyéni. Tuk az országot, igazából. Igen, és de viszont hát így meg kell, hogy formáció kéne. Hát igen, mi legyen, akkor voltak találgatások, egy év pihi, és hát akkor hát két éve megszületett ez az ötlet, és tavaly debütált egy nagyon nívós budapesti egyetemi fesztiválon, és hát akkor így elkezdődött a közös utazásnak azon része is, ami még több lehetőséget rejt magába, reméljük. A Crazy Boys formáció. A Crazy Boys formáció, igen. Azt nem látják a kedves hallgatók, de majd a videón talán fogják egy picit, de a kabátotokat én mutassuk meg a kamerának, mert hogy nagyon menő a szerelésetek. Mind a ketten ugyanúgy bőrjakóban érkeztetek, és hogy itt a hátulján egyébként van Frankon logó, ami hát én bizony, mi ez egy kos, egy ördög? Kecske és kos keverék, vagy valami. Hát olyan crazy. Ez egy vérkecske. Vérkecske, és a Crazy Boys, ugye ez a felirat látható, ezt csináltattátok magatoknak. Tök menő, tehát nyilván akkor adni kell azért a látszatra is. Tehát, hogy a mai előadó művészetben, mint ilyen,
azért szerintem az elengedhetetlen, nem? Tehát hogyan néztek ki, mit mutattok magatokból? Mindenképp. Nyilván ezért is volt fontos a videoklip, hogy akkor ott is legyen egy nagyon. Hát egyébként sokszor elég durva is, hogy nem is az a lényeg igazából, hogy mennyire értesz a zenéhez, vagy hogy mennyire van jó ötleted, hanem az hogy tudod eladni, hogy tudod köríteni. És ebben még egyébként még meg kell vallanunk őszintén, hogy sokszor már mondhat nézét, egy kis hiányosságot érzünk magunkba is, hogy vagyunk-e mi elég fiatalok, vagyunk-e elég trash-ek ehhez, már fiatalok, vagy mert furcsa ezt ugye így hallani, de hogy ugye annyira rohan folyamatosan így a trend irányzatok, annyira gyorsan egyik napról másikra más kedvelések, más irányzatok kerülnek a köztudatba, hogy egyébként tényleg ezt így folyamatosan figyelni, és amikor beszélgetünk kollégákkal is, azért nem egyszerű dolog így. Szerintem hallgassuk már meg a dalt, jó? Igen, én is ezt akartam gondolni, hogy van egy ilyen alternatív ötletem. Jó. Mi támogatjuk. Valahogy sejtettük, hogy nem lesz ellenetekre. Úgyhogy egy régi ismerős dallamot fogtok hallgatni, de mégis más. Tehát egy új köntös, meg ugye kiegészítve különböző verzékkel, és hát Dérheni hangját is halljátok benne, mert ugye Dérhenivel együtt készült ugye maga ez a dal, meg a videoklip is. Úgyhogy akkor érkezzen ez a bizonyos Trabant, és hát ugye a Crazy Boys kettő tagja továbbra is itt benne a stúdióban, Gugi Zsolt és Nyilas Kristóf. Trabant 2023, Dérheni, Crazy Boys, hát ugye egy egzotik klasszikusnak az újraértelmezése, és a Crazy Boys duója, Gugi Zsolt és Nyilas Kristóf itt a stúdióban. Srácok, amire még nem tértünk ki, majd mindjárt térjünk rá a klipforgatásra is, mert egyébként egy nagyon klassz, nagyon vidám, abszolút nyári hangulatú videót rittyentettetek ehhez, hogy a Heni hogyan fogadta, amikor megkerestétek ezzel, az még azért érdekelne. Hogy ő mit szólt ehhez, hogy Trabant, neki nyilván a Trabant az egy abszolút ismert szerzemény volt. Csak amikor így fölhívtátok, vagy írtatok neki, hogy figyelj, Heni, akkor arra gondoltunk, hogy van ez, és akkor te hangoddal szeretnénk. Hát ez is egy jó sztori volt. Igazából ő nagyon jól fogadta ezt az egészet. Ő mondta is, hogy ugye régóta ismeri magát az egzotikot, és nagyon szereti is egyébként ezt a dalt, mert nyilván ezt ő is sokat hallgatta. Még az annó lévő kis bulis idejükben, meg a rádiókban, viszont egy nagy kérdőjel volt benne, hogy majd ő ez hogy fog tudni dalszöveget írni, mert nyilván dalszövegírásban még nem vagyunk otthon. Hogy ez az ő dolga volt, akkor így van, a ezért úgy kerestük, igen, hogy akkor az új dalszövegrészt is rábíznánk, mert hát azért valljuk be, Dérheninek vannak nagyon-nagyon vagány szövegei, aha, úgyhogy ezért ezt a részt mindenképpen rá szerettük volna bízni, és evidens volt, hogy akkor azt a részt rappeli? Igen. Hát legyen rap is benne, meg legyen egy kis énekszólam is, és szerintem egyébként ez jól össze is jött. Nagyon kreatív csaj, le a kalappal, és nagyon vagány, azt kell, hogy mondjam. Már az elejétől kezdve elkezdtük a közös hangot elég könnyen megtalálni. Annyi volt, hogy nekünk egyébként volt egy másik változatunk, egy másik alap, egy dancesebb vonal, és azt megkérte viszont, hogy hát úgy tud ez működni, ez az együttműködés, ő akkor tud ebbe jobban beszállni, hogyha ezt fogjuk, és akkor újra kezdjük. És akkor gondolunk egy új vonalat, mert hát nyilván az ő stílusához, az ő üteméhez, az ő dalszöveg környezetéhez kellett jobban igazodni, ahhoz, hogy ez egy frappánsabban összejöjjön. És egyébként így utólag azt kell, hogy mondjuk, hogy nagyon jó is volt, hogy ezt a löketet, erőt megkaptuk tőle, mivel hogy így sokkal korszerűbb lett egyébként, mint amit elsőnek mi azt hittük, hogy az lesz a legjobb, de szerintem ez elég sokszor egyébként is az előadók körében megvan, hogy van egy változat, aztán egy második, meg harmadik, negyedik, hogy azért nem mindig elsőre jön a végleges meg változat. Meg talán jobban előtt az eredetitől, nem? Tehát, hogy igen. Még na ez volt igen egy nagyon nagy dolog, mert megcsináltuk, büszkék voltunk rá, és így gondolkodtunk már, mint ugye az első verziót, hogy viszont így azért sok a közös vonal. Mm-hmm. Hogy nem szeretnénk azt visszahallani, hogy hát igazából nem sok minden lett vele csinálva. Úgyhogy ezért nagyon jó meglátása volt ez a Heninek, és hát akkor így jött ugye, hogy akkor össze tudunk dolgozni. Hát így könnyű is akkor együtt dolgozni, tehát hogy ez szimpatikus a részletekről, hogy akkor nem az van, hogy akkor ma pedig mi ezt gondoltuk ez legyen, hanem hogy tényleg hallgattuk olyan emberekre, akiknek ugye van benne tapasztalatuk, nyilván azért a Dérheni is a Makesztel, nyilván azért egészen komoly szinteken van a Dérheni. Na és itt a forgatásban azért van némi turpisság, meg egyébként a drága operatőrünknek volt nyilván némi köze ehhez a videoklip, konkrétan ő forgatta a Korcsok Renátó. De ügyesen ki van találva a koncepció, hogy ezért a pocak ott van a Dérheninél, csak nem látjuk.
Igen. Egyébként semmit nem befolyásolja őt. Pont a Kristóf tudja ezt a legjobban megmondani. El van rejtve nála, minden el van rejtve nála, de tényleg ahhoz képest, hogy most várja a második gyereket, ahhoz képest olyan energiákat vitt a forgatás, stúdiós forgatásból, hihetetlen, mi is csak így pislogtunk, hogy Szeres, de akkor izé, másszul, akkor fölmászott, oda, meg ide, meg akkor izé, akkor még patog, meg vegyük ezt újra, az nem jó, még látod, egyszer újra. Lehet pocakkal is ilyen aktívni, üzenjük neked sok szeretettel. Mondtam, lemaradtatok az előzményekről, hogy beszéltük reggel, hogy láttuk a klippet, hogy a halt, ügyesen elrejtettétek a Henny pocakját, engem is így kéne venni innentől, hogy így. És tényleg is így mi is így pislogtunk, de viszont annyi energiát adott nekünk a forgatások során, hogy az mi is csak így wow. Tehát akkor voltak benti meg kinti helyszínek is, ugye kettő helyszín. A faktor. Igen, voltak. Két helyszínen forgattuk. Ugye nyilván az volt az első számú szempontunk, hogy ugye legyen változatos a videóklip, hogy ne csak egy meg két, tehát hogy igazából két helyszínünk van, de az így is többféle jelenetek vannak, többféle háttér, többféle környezeti hatással lehet azért összetalálkozni így a videóklipben. Próbáltuk átadni. Hát így van. Próbálkoztunk arra menni, hogy minél jobban egy ilyen nyára, nyaralásra készülős balatoni bulis feelinget, rögtönzött bulis feelinget hozzunk ki a videoklipből. Főleg azért, hogy ugye azért meghagyjuk ezt a régi tiszteletet is, hogy azért amikor felépül szépen az a drop, felépül szépen a refrén, akkor az akkor ki tudjon teljesedni lassított jelenetekkel, meg ugye azok a kis motivumok az autók ki legyenek emelve. A jó környezettel, természetesen. Ezek a verdák nagyon menők, figyelj. Szerintem is. Nézzük itt, most ugye pörgetem, azért bámulok itt bele a monitorban. Ha valaki még nem látta volna, akkor mondjuk el, hogy van benne egy királykék Trabant Cabrio, ami nagyon állat, szóval elképesztő, meg van Isteni. Egy pink Hello Kitty-s Trabi. Az volt az enyém. Ezt én vezethettem. De te stoppoltad le, ugye, stipi-stop, nekem kell a rozsaszín. Szóval, hogy igazából a Trabantban szállni tényleg nagy élvezet, ez nyilván az előző generációk pontosan tudták, nekem is vannak élményeim, mert hogy édesapámnak volt egy ilyen szép, nagy kombi Trabantja, amivel eljutni Romániába életünk kihívása volt. Szóval, hogy azért ott egy pár imát elmorzsoltál időközben, de hogy ma is vannak ilyen fanatikusok. Tehát mondjátok, hogy például tök sokan foglalkoznak azzal, hogy bérbeadnak felpimpelt, megcsinált, jó minőségű trabantokat. Az ma már egy ilyen státusz, hogy neked van egy ilyen menő trabantod. Régi kornak. Az biztos egyébként. És nekünk is, aki ezzel foglalkozik cég, aki ugye beszállt ebbe a projektbe, hogy szívesen támogatják ezt az ötletet, és nagyon tetszik nekik, ők nekik is rendszeresen, igazából szinte full telt ház volt, úgyhogy ezért külön köszönet nekik, hogy próbálkoztak nekünk megtartani ezt a két autót, mert egyfolytában viszik vagy külföldiek, vagy ugye egyéb ilyen céges rendezvényekre. Hát persze, mert tök menő. És imádják. Igazából akkor az analógia megvan, tehát a videoklipben is lehet látni, amit ti műveltetek, mert hogy egy régi kornak a már megismert darabja új köntösben szerepel, úgy, ahogy a régi Trabant felújított verziója és a videoklipben. Ezt csináltátok ti is igazából a dallal. Így van. Tök ezt jó. Szerettük volna átadni. Azt írja itt nekünk Jani, neki full bejön ez a dal. Azt mondja, nem hallott még eddig a formációról, de hogy tök szimpatikusak, jó számot csináltak. Üdv Jani. Köszönjük szépen, Jani. Klafa, írja Dom. Klafa, hogy püfög. A szám, hű, de klafa, ugye ő idézi. Nagyon, ezt. Nagyon szellemes. Ez tipikus 2023-os szóhasználat. Ugye? Klafa. De klafa. Jó színes a klip, és jön vissza divatba a Trabant, amúgy ezt írja Dom is. Úgyhogy tök sokakhoz el lehet azért ezzel jutni. Szerintem sokan tudnak ezzel azonosulni. Hát szeretnénk is, mert elég nyári slágerre sikeredett. Amikor meghallottuk így összességében, hogy az összes sáv össze van rakva. Mixingelünk, oké, ott vagyunk, és jó, hát ennek nagyon széjjel kéne pörögni a nyarat. Teszem hozzá, hogy egyébként az interneten már egész jól pörög. Kristóf, akkor kicsit mesélj már te is, hogy milyen visszajelzések jöttek, mert hogy gyakorlatilag másodikán debütált, ugye mondhatok, egy kereskedelmi csatornán debütált a videoklip, igen, azóta fönt van ugye az interneten is, és már most tök jó számok vannak alatta. Igen, mi is meglepődtünk, így nem is tudom most mennyinél jár a klip. 29 ezernél, mondom. Három nap alatt. Nagyon sok pozitív visszajelzést kaptunk, persze ugye van pár negatív is, de nem, tehát
többségében ugye pozitív, tényleg mondják, hogy gratulálnak. Nagyon sok helyről, nagyon sok helyről kapjuk vissza, hogy százszor is hallgatja egy nap, hogyha kell. Mertünk hozzányúlni egy ilyenhez, és hogy ez neki mennyire bejött, mert hogy az eredet is nagyon sokat pörgette, nagyon sokat hallgatta annó, és most ezt is szerencsére. És akkor szánt szándékotok nektek, mint DJ-knek, akik a zenéket pörgetitek, hogy akkor ezt viszitek magatokkal minden fellépésre nyilván. Evidens. Szeretnénk. És rácok, a folytatást hogy tervezitek? Még inkább ilyen feldolgozások, vagy azért saját dalokat is szeretnétek kihozni? Mert nyilván itt azért már a jövővel kapcsolatban én úgy sejtem, hogy agyaltok azért rendesen. Sőt, lehet, hogy már van is egy-kettő dal a fiókban még? Hát nagyon jó, hogy ebbe belekérdeztél. Igen, tervezünk sajátot, meg is van nem, már. Nem, ez úgy hangzott, hogy alig vártam, hogy ebbe belekérdeztél. Igazából ezt vártam, és akkor innentől csak egy óra. Szerénykedik a Kristó. És akkor innentől egy óra csak a dalokról. Ne, jó, mi kivegyünk kávézni, jó, nyugodtan, hozzatok már nekünk is egy lécet. Van saját most egy tervben, meg vannak tervek. Hát van még átdolgozás is tervben. Igen, nem tudom, hogy erről mennyit? Egyelőre még egyelőre arról, semmit. Arról bővebbet még nem. Semmételen kívül megkérdezzük akkor, hogy ez a lecsom kívül. Nem szabad, mit csinálsz, Kristó? Mit csinálsz, nem mondd, de meglepetés lett. Szóval, hogy ez jó az a vonal, akkor még gondolkodtok abban, hogy régi slágerekből akkor persze, újat csináljátok. Persze. Jó. Igen, de nem szeretnénk nyilván természetesen ebben megragadni, mert van már olyan, aki ezzel foglalkozik ugye idehaza, és nekünk egyáltalán nem az a célunk, hogy abból csináljunk egy, tehát nem egy 2.0-ák szeretnénk lenni. Ez egy szerelem projekt volt, és ami szerelem projekt, igazából nekünk most ez az elsődleges cél, hogy ami szerelem projekt, azzal szeretnénk foglalkozni. Úgyhogy ezért, de természetesen van egy saját is most így, terve. Igazából az alap már megvan, csak ide még fét konferáció, az majd jól jön. Aha, és tehát meg énekesekkel azért... Énekes, hát, meg rapper, és ide is inkább ugye dalszövegírót is keresünk, úgyhogy majd az nekünk egy fontos tényező még, hogy tudjuk összehozni, de nem szeretnénk elsietni, mert most úgyis a Trabanton van a hangsúly, úgyis ezt szeretnénk fókusz, tolni, és meg hát amúgyis, ami jön zsigerből, az a legjobb, legalábbis úgy érezzük. Kristóf, valami benned ragadt az előbb, nehogy véletlenül. Bennem ragadt, hogy mocskosul fáradt vagyok. Srácok, nagyon sajnáljuk, de a reggeli műsornak... A reggeli műsornak ez a hátrány. Hattól itt ülünk, tehát hogy ezt, ha valaki mi átérezzük, Hennivel is esetleg várható még koprodukció? Köszönöm szépen, hogy mindig jól esik. Szóval Henniben gondolkodtuk-e még esetleg? Ő neki milyen tapasztalás volt ez? Mi azt kaptuk vissza tőle, hogy nagyon jó volt neki, nagyon sok pozitívat kaptunk tőle, sok tanácsot kaptunk tőle, és hogy állandóan azt kaptuk, hogy ilyen fiatalokkal dolgozunk. Olyannak vagyunk, mint a kisöcsény. Imádja. Henny pont egy idős velünk amúgy. Amikor a szíved megáll, találkozol, érted, a Dérhenivel, végre sikerült, összehoztam, érted? Még lehet, hogy terhesen, pocakos, mindegy, ott a Dérheni, és akkor ilyet kapnak, érted? Mintha csak a kicsöcsém lennél, és így összezuhansz. De nagyon aranyos egyébként, és... Ez a legyünk inkább barátok 2023-as. Köszönöm még rosszabb egy fokkal. Köszönjük, ez egy nagyon jó promó. Barátszóna. Egyébként tényleg azt kell, hogy mondjuk Henniről, hogy nem csak, hogy vagány meg fiatalos, hanem szó szerint igazából ő egy mintha egy mentor lenne egyébként. Én már ezt mondtam is neki, hogy én azt érzem rajtad, Henny, hogy te már simán mentorkodhatnál, simán lehetnének ilyen kineveltjeid, egy ilyen tehetséggondozóid, és mondta is, hogy neki már van egy ilyen vonal, amit ő már elindított, de nyilván erről nem tudtunk ugye már jobban beszélgetni, mert mindenki ment a dolgára, de igen, nagyon jó mentor egyébként, úgyhogy ebből is örülünk, hogy végül is így összefutottak a szálak, és közös útra kerültünk, mert napi szinten megy a kontakt, a kapcsolattartás, hogy lehetne ez még jobb, hogy tudna még több helyen ott lenni, meg minden. Úgyhogy azért közös a projekt, elég erősen. Nem csak az volt, hogy jó, srácok, megírtam, meg énekeltem, most csináljátok, amit akartok. Hát, ja, mert azért arra is látunk példát, hogy valakire elég rábízzatok. Aha, gyorsan beugrik, megcsinálja felének, kész, híre hanva se volt, és akkor tök jó pörög mondjuk. Hanem ez, hogy tényleg az együttműködés jól sikerült, és szerintem ez egy nagyon szerencsés találkozás a részletekről, és én úgy gondolom, hogy azért ezek az előadók, akik tényleg ennyi mindent leraktak az asztalra, és akár mentorként is működhet,
beszélgetnek azért akárkivel, akármilyen projektben, hát szerintem nem. Igen, igen. Én úgy gondolom, hogy szakmailag ez egy nagyon jó visszajelzés nektek. Mi is ebben bízunk. Visszatérve egy kicsit a kérdésre, én gondolkodtam egy kicsit már ezen, hogy igen, szeretnénk még vele, hogyha lehetséges. Gondolom ő is benne lesz majd 100%, de hogy mikor, az még majd a jövő. Hát van még időnk rá. Van még időm. Nekem van még időm. Mondom, tehát van még sláger a tarsolyban, tudok egy-kettőt javasolni. A következő ötletére Forrás Rádió. Keressük, hogy srácok, mondjatok már valamit, mert akkor arra figyelni. De akkor a forrás feltüntetés az fontos, ez esetben szó szerint. Tök jó, srácok, hogy jöttetek, egy kicsit meg tudtunk titeket ismerni. Nagyon gratulálunk akkor a dalhoz, meg a videokliphez. Szerintem ez nagyon látványos és nagyon menő lett. Úgyhogy pörgessétek, nézzétek meg. A videoklipet nem tudjuk visszaadni, de ugye mit bemutattuk azért a dalt, és szerintem egy párszor még fogunk. Igen, a srácok miatt is, Henny miatt is, a Trabantok miatt, és a lányok miatt is érdemes megnézni. És a lányok miatt is. Azt mondtad már esetleg? Nem hagytunk ki valamit? A lányokat nem emeljük. Szerintem még nem mondtam. Mit fogunk ezért kapni? Biztos, hogy kis jó esik egyébként, nem? Hogy ezt így megemlítjük. Ja, Istenem, tök jó. És akkor Renátónak is nagy pacsi, ugye, mert hogy a videoklip meg akkor neki. Zseniálisan forgatta egyébként. Olyan ötletei voltak meg tényleg az, hogy neki ugye azért, aki követi a munkásságát, ő szinte az, aki 0-24 dolgozik, és minden napra be van táblázva. De tényleg, mert ugye jár egy csomóféle ilyen forgatás, és nagyon sok rétegűre, nagyon sok színűre, ezért is gondoltuk azt, hogy jó választás lesz ő, mert alapból van zenei irányultsága is a tánc véget, másrésztről pedig, hogy azért tényleg dolgoztunk már vele másfajta területen, és ott is nagyon minőségi dolgot tett le. Igen, meg a Dérhenivel ő is többször forgatott már, ugye több videoklip köszönhető azért a Renátónak. Tehát szeret így megbújni a háttérbe, meg egyébként nem egy olyan srác, tudjuk, ismerjük, vagy aki mondjuk így reflektorfénybe szívesen. Csendes művész. Csendes, igen. Tehát, hogy sunyiba a háttérből, de olyan munkákat, hogy a hajad elszáll tőle. Igen, így csendesen ott hagyja, hogy tessék. Van egy ilyenem is. Meg utána a számlát is mondjuk, de az azt is, igen. De valamiért. Na, tök jó, akkor pörgetjük, forgatjuk, ti is tegyétek ezt, tehát a YouTube-on megtalálhatjátok. Dérhenny meg a Crazy Boys, és hát ugye az Exotic klasszik slágerek, kicsit újra gondolva, felturbózva, Trabant 2023-as verziójával. Nektek pedig sok sikert kívánunk a jövőben, fiúk. Köszönjük. Nagyon szépen köszönjük. A Crazy Boys tagjai Gugi Zsolt tehát és Nyilas Kristóf ma reggel ők voltak itt vendégként. És hát ugye a Trabantot hallgattuk meg. Forrás Rádió. Mindig veled!